A forgatás helyszínét a Csömöri Kutyamenhely biztosította. A műsort támogatta a Smoky Monkeys Barbecue. Újra itt az Epp TV. Elsőként az örökbefogadásról beszélgetünk, és ellátogatunk egy menhelyre, ahol egy kutyust kiválasztva bemutatjuk a legfontosabb trénerfeladatokat az évadon keresztül. Ezután ellátogatunk az orvosi rendelőbe, ahol megtudhatjuk, mire érdemes odafigyelni a téli szezonban. Végezetül pedig kutyabarát helyé varázsolunk egy éttermet. Tartsatok velünk! Sziasztok! Már itt is vagyunk az Epp TV második évadával, és egyből egy nagyon érdekes rovattal kezdünk, a villámsulival. Most pedig Quinny megmutatom azokat a legfontosabb gyakorlatokat, amelyeket szerintem jó, ha minden kutyatartó megtanít a kutyájának. Azért, hogy minél könnyebb legyen a közös együttélésük. Nekünk pedig azért lesz jó, mert a következő részben örökbe fogunk fogadni egy kutyát, akinek meg is tanítjuk az itt látottakat. Melyek ezek a témák? Például a pórázon vezetés, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a kutyát tökéletesen szocializálni tudjuk. Továbbá nagyon fontos, hogy megtanítsuk a kutyát tökéletesen figyelni, illetve koncentrálni, mert ennek hiányában nem, vagy csak nagyon nehezen fogjuk tudni megtanítani különböző dolgokra. Természetesen azt is meg fogjuk beszélni, hogy miért van szüksége jutalomfalatra, és melyik az a jutalomfalat, amelyik szinte az összes kutyánál működni fog. Megtanítjuk a kutyáknak a nem, illetve a nem szabad kifejezést, és azt is el fogom mondani, hogy miért nagyon fontos ez. Folytatni fogjuk a visszahívással, illetve a behívással, el fogom mondani, hogy hol szabad elengedni a kutyákat, és hogyan tudjátok ott biztonságosan visszahívni. És nem fog kimaradni a helybemaradás gyakorlata sem, hiszen ez a gyakorlat a mindennapos életben elengedhetetlen lesz a gazdák részére. Megtanuljuk az úgynevezett pózos gyakorlatokat, úgy mint például az ültetés, fektetés, állítás, és meg fogom mutatni, hogy hogyan fogják ezt a kutyák nagyon könnyedén és gyorsan megtanulni. A kutyák póráz nélkül sétáltatása sokak által vitatott, viszont el fogom mondani, hogy hol tudjátok szabályosan és biztonságosan a kutyákat elengedni pórázról, és hogyan fogjátok elérni, hogy ilyenkor is gyönyörűen sétáljon mellettetek. És végül, de nem utolsó sorban beszélünk a kutyákkal való közös játékról, meg fogom mutatni, hogy mivel és hogyan játszatok úgy a kutyáitokkal, hogy azt ők nagyon élvezzék. Kint vagyunk Budapest határában, egy kutyamenhelyen, hiszen említettem, hogy örökbe fogunk fogadni egy kutyust, és most pedig megmutatom nektek, hogy hogyan is fog ez pontosan kinézni. Nem titkon szándékunk ezzel a rovattal az, hogy népszerűsítsük a kutyák örökbefogadását. Most pedig el fogom mondani, hogy a mi esetünkben ez hogy néz ki. Mint minden menhelynek, ennek a menhelynek is megvan az örökbefogadási protokollja, már csak ezén sem fogom én tudni ezt a kutyát hazavinni, és egyébként van ennek szakmai oka is, ami nem más, mint hogy nem szeretném kiszakítani a kutyát abból a környezetből, amit megszokott, hiszen nálam csak ideiglenesen lenne a kutya, és utána újra vagy ide visszakerülne, vagy már szerencsés esetben az eredeti, illetve maradandó gazdához, és nem szeretném kitenni a kutyát ennek a rengeteg helyszínváltozásnak, éppen ezért én ide rendszeresen ki fogok járni ahhoz a kutyához, akit itt most kiválasztok,
és végigkísérhetitek, hogy én milyen dolgokat tanítok meg nekik, hogyan tanítom meg ezeket neki, és hogy miért fontosak ezek, miért jó ez a menhely kutyáinak, hogyha ezeket megtanulják. Mivel nem fogok tudni minden nap kijönni, pontosan ezért a menhely dolgozóinak meg fogom tanítani a legfontosabb dolgokat, hiszen ők majd hétköznap tudnak a kutyával gyakorolni, és nem csak a kiválasztott kutyával, hanem minden kutyával, ami az elkövetkezendő időszakba ide be fog kerülni hozzájuk. Ez azért is lesz nagyon jó és hasznos, hiszen sokkal könnyebb örökbe adni egy olyan kutyát, amely az alapvető dolgokkal már rendelkezik, úgy, mint a pórázon való sétáltatás, úgy, mint a megfelelő szocializáció, vagy az autóba könnyed utaztatás. Meg is van a kiszemelt kutyus, ő itt Lőrinc. Az ő fejlődését és tanulását fogjátok tudni figyelemmel kísérni a következő 9 epizódban. Tartsatok velünk! A hideg időben, ugyanúgy, mint az emberek, a kutyáknál is előfordul, hogy megfáznak. Nagyon kell vigyáznunk, főleg akkor, hogyha a lakásba tartott kutyáról van szó, még kijár, és a hirtelen hőmérséklet változás miatt a testhőmérséklete hirtelen lehűl. Ha mozgásban van a kutya, akkor erre kevésbé van lehetőség, viszont állandóan nem tud futkározni a kutya, ezért használunk rájuk esetleg ruhát, amivel a testhőmérsékletüket meg tudják tartani. Ami még fontos, hogyha nedves a talaj, eső esik, vagy fölveri a hasára a vizet, akkor az rendkívüli módon le tudja hűteni a testét. A megfázásnak a tünetei a kutyánál is lázzal járnak, torokgyulladással, habos hányással, levertséggel, bágyadtsággal. Kutyáknál, macskáknál is használunk különböző táplálékkiegészítőket, amik immunerősítésre szolgálnak. Ezeknek különböző hatóanyagaik vannak, és a támadáspontjuk is különböző. Ezt mindig a megfelelő egyedre kell szabni, attól függ, hogy milyen problémája van, vagy mit szeretnénk megelőzni. Az állatorvosunk fog segíteni abba a kérdésbe, hogy melyik az a termék, amelyiket neki válasszuk, és a fontos, hogy ez ilyenkor az a cél, hogy megelőzzük a betegséget, tehát hogy gyakorlatilag a vírus-baktérium fertőzésekkel kevésbé legyen fogékony a kedvencünk. A megbetegedett kutyákat, amelyek felfáztak és meghűltek, mindenképpen állatorvosi ellátásba kell részesítenünk, mert később egy komoly szövődmény alakulhat ki, ami tüdőgyulladássá fajulhat. Ha tüdőgyulladást kap az állat, akár letális is lehet és elpusztulhat. A megfelelő kezelés általában lázcsillapítás, antibiotikumvédelem, ennek is nagyon fontos, hogy milyen antibiotikumot választunk, illetve mennyi ideig tart az antibiotikum kúra. Nagyon fontos, hogy az antibiotikum rezisztencia miatt nem szabad a megkezdett antibiotikum kúrát hamar abbahagyni. Ilyenkor mindig forduljunk az állatorvosunkhoz. Egy átlagos megfázás a kutyára nem túl veszélyes, viszont a szövődményei nagyon veszélyesek lehetnek. Mindenképpen légzőszervi panaszt fog okozni, tüdőgyulladást, habos hányást, esetleg étvágytalanságot, levertséget, lázas állapotot. Az ilyen kezdődő stádiumú betegségeket nagyon eredményesen lehet kezelni. Nem javaslom a házi patika használatát, mindenképpen a kutya életkorának, a betegség súlyosságának és a méretének megfelelő kezelése van szükség. A humán patikába, illetve az otthoni készletbe található gyógyszerek nem mindig alkalmasak, sőt, vannak olyanok, amelyek kifejezetten károsak, ezért nem javaslom, hogy például fájdalomcsillapításra a nekünk használatos termékeket használjuk. Még én sem tudom megállapítani kézátéttel vagy egyéb eszközzel azt, hogy a kutyám lázas-e vagy nem. A tulajdonosoknak is azt javasolom, hogy ilyenkor, ha a gyanúja merül föl, hogy a kutyája lázas, és az óra száraz, vagy a füle meleg, ezek még kevesek ahhoz, hogy biztosan tudjuk a testhőmérsékletét. A testhőmérsékletét az állatnál mindenképpen a végbélbe hőmérővel lehet megmérni. A kutyáknak a normál hőmérséklete 38-39 fok között van. 39 fok fölött levő hőmérsékletnél már figyelni kell, az már hőemelkedés, vagy ha magasabb, akkor lázzal jár. Van már olyan speciális mikrocsip, ami nem csak az állatnak a mikrocsip számát rögzíti a leolvasóval,
hanem a testhőmérsékletét is. Ez nagyon hasznos, mert nem kell hőmérőzni az állatot, ezzel a leolvasóval otthon házilag is kontrollálni tudjuk a testhőmérsékletét, és halálpontos, ez nem tud tévedni. A hideg időben gyakran sózzák, vagy valami olyan anyaggal síkosságmentessé teszik a járdákat, ami nekünk hasznos, viszont a kutyáknak nagyon káros lehet. A só kimarja a talpukat, a durvább anyagok, szemcsés anyagok, amivel a csúszásgátlást végzik, avval pedig megsértjük a talpárnájukat. Van már olyan kis cipőcske is van, aki használ ilyet, ilyen frekventált helyen lakik, aki a sétához ezt használja, illetve olyan krémekkel kell ilyenkor a talp közepét és a finom részét a talpárnának kezelni, hogy ez ne forduljon elő. Hogyha mégis felsértette a jég vagy a csúszásgátló a kutyánk talpát, akkor nagyon hosszú ideig, napokig lesz sánta, és nyalogatja a talpát, és igen kellemetlenül fogja érezni magát. Ennek a kezelése nagyon egyszerű, a talpárna finom részét, tehát a talpárnák közötti finom szőrös részt le kell kenegessük olyan védőkrémmel, mint az embereknek való kézkrém, kutyára való direkt ilyen talpárna védő krémek vannak, ez a vazelin alapú krémek, amik megvédik ettől, és megakadályozzák, hogy hetekig fájdalmasan sántikáljon az állat, vagy nyalogassa a talpát. Most pedig egy olyan témáról fogunk beszélni, ami sajnos nem veszíti el az aktualitását, mégpedig a kutyatámadásokról. Kijöttünk Székesfehérvár egy közkedvelt futóhelyére, és hogy miért pont ide, azt már is elmondom nektek. Az ilyen és ehhez hasonló területeket a kóbor kutyák nagyon szeretik, és nagyon sokszor saját teritoriumukként tekintenek rájuk. Pontosan ezért jelentenek veszélyt az ilyenkor számukra betolakodó futókra, vagy sportolni vágyókra. Továbbá azért is jelent nagy veszélyt, mert nagyon nehezen lehet ilyen körülmények között védekezni a kutyatámadások ellen. Éppen ezért nagyon fontos a prevenció, hogy mindig körültekintően és mindig figyelmesen mozogjunk, sportoljunk egy ilyen területen. Természetesen a műsor alatt meg fogom mutatni azt is, hogy melyik az az egyetlen hatékony módszer, amivel igazán tudunk védekezni egy ilyen helyzetben, egy ilyen területen a kutyatámadások ellen. Magyarországon a kutyatámadások legjava a statisztikák szerint a gyermekeket, az idős embereket és az éppen sportolást végző embereket éri. 88%-ban gyermekek a kutyatámadás elszenvedői, hiszen a gyermekek azok, akik még megbíznak még mindenben és mindenkiben, hiszen nincsen még negatív élettapasztalatuk. Az első, amire meg kell tanítani a gyermekeinket, hogy az osztálytársunk, barátunk kutyája az nem biztos, hogy barátként fog ránk tekinteni. Most pedig mutatok egy másik helyszínt, illetve egy élethelyzetet, ahol szintén nagyon gyakori a kutyaharapás, illetve a kutyatámadás. Az ilyen kertvárosi részekben még nagyon gyakoriak a kutyaharapások és a kutyatámadások, hiszen az itt élő gyermekek reggelente gyakran sietnek a buszmegállóba, vagy az iskolába gyalogosan. A gyerekek szeretik cukkolni egymást, és ilyenkor sokkal könnyebben beleviszik egy felelőtlen szituációba magukat. A következőkre tanítsuk meg a gyermekeinket ilyen esetekbe. Nagyon fontos, hogy soha ne nyúljanak be, ne simogassanak meg kerítésen belül lévő kutyát, még akkor sem, ha egyébként avval a kutyával és a gazdájával gyakran találkoznak sétáltatás közben. Hiszen az is elképzelhető, hogy az adott kutya nagyon szereti a gyermeket, de amikor az udvaron belül van, tehát a saját teritoriumát őrzi, akkor teljesen másképp fog viselkedni, mint séta alatt. Meg kell tanulják gyermekeink, hogy miközben sétálnak az iskolába menet vagy hazafele, mindig legalább 20-30 méterre előre nézzenek, és figyeljék, hogy nem-e maradt valahol nyitva a kapu, hiszen az előbb elmondottak miatt a kutya még gyakran a járdát is a saját teritoriumának tekinti, és nagyon gyakori, hogy ilyenkor a kapun kiszaladnak a kutyák, és megharapják, megcsípik a gyermekeket. Amennyiben olyan szituval találkozik a gyermekünk, vagy akár mi magunk, hogy az utcán a kutya a kapu előtt áll, akkor amennyiben van lehetőségünk rá, menjünk át az út túloldalára, vagy forduljunk meg, és válasszunk egy másik útvonalat. Most pedig Andantéval megmutatom, hogy hogyan védekezhetünk egy esetleges kutyatámadás esetén.
Vázoljuk fel ugye a klasszikus szituációt. Az utcán sétálva tőlünk 10-20-30 méterre a kutya már jelezni fogja, hogy nem szeretné, hogy megközelítsük, vagy akár elkezd felénk szaladni, és jobb esetben, és ez a jellemző, hogy megáll előttünk 5-10 méterre. Ilyenkor semmiképpen ne nézzetek a szemükbe, hiszen a kutyáknál az, hogy belenéznek egymás szemébe, nem jelent más, mint hogy készen állok a harcra, készen állok a küzdelemre. Ezért ne tegyétek. Semmiképpen ne kiabáljatok rájuk, ne próbáljátok meg elkergetni, megfenyegetni őket, mert lehet, hogy pont azt váltjátok ki belőlük, hogy még agresszívabbak lesznek. Semmiképpen ne próbáljátok meg megdobálni őket, és ne kínáljátok őket semmilyen falattal vagy élelemmel. Nagyon fontos, hogy ne próbáljatok elfutni előle, hiszen a kutyák sokkal gyorsabbak, mint az emberek, és egyébként is ilyenkor a zsákmányszerző ösztönüket csak felébresztjük. Ahogy említettem, a legtöbb esetben az fog megtörténni, hogy a kutya már távolról jelezni fogja, hogy nem szeretné, hogy mi betolakodjunk az ő területére. Az esetek jelentős részében el is kezdenek az ember felé kisebb vagy nagyobb tempóval közelíteni. Nos, nézzük meg, mi a helyes viselkedés egy ilyen szituációban. Az első és legfontosabb, hogy amikor a kutya egyértelműen jelzi, hogy ne menjünk közelebb, megállunk. Ahogy említettem az imént, nem nézzünk a szemébe, megnézzük, hogy mi van a hátunk mögött, és szépen, nyugodtan, folyamatosan elkezdünk hátrálni. Ezt egészen addig tesszük, amíg legalább 30 lépés távolság nem lesz a kutya és köztünk. Ilyenkor meg lehet fordulni, de 5 lépésenként célszerű visszanézni, hogy meggyőződjünk, nem-e követ bennünket a kutya. Amennyiben megint túl közel kerül hozzánk, ismét szembefordulunk vele, hogy lássuk, hogy ő mit csinál, illetve a szemben álló embert mindig sokkal jobban fogja tisztelni, vagy ha úgy tetszik, jobban fog tartani ilyenkor az embertől, és hátrálunk egészen addig, ameddig egy biztonságos helyre nem érünk. Amennyiben a kutya újra nagyon közel kerül hozzánk, vagy már az első találkozáskor nagyon gyorsan közeledik felénk, nagyon fontos, hogy a hátunkat levédjük, odaállunk egy kerítéshez, egy autóhoz, egy kukához, annak érdekében, hogy a kutya ne tudjon körbejárni. Minden esetben, amikor már biztonságban vagyunk, értesítsük a hatóságokat. Természetesen, mint mindig, Andante kutyám fog segíteni nekem abban, hogy jól tudjam demonstrálni nektek a szituációt. Egy táskával nagyon jól lehet védeni ezeket a pontokat. A következőkre ügyeljünk. Ha túl messzire tesszük ki a táskát, akkor a kutya könnyedén be tud jönni a táska és a testem közé, így megint ki vagyok téve a támadásának. Ha pedig túl közel van, akkor könnyedén rá tud ugrani, illetve könnyen el tudja érni akár a combunkat, vagy akár a hasunk tájékát. Éppen ezért azt javaslom, hogy nem túl messzire, kb. Egy 10 cm-es távolságra tartsuk el magunktól a táskát. Mint láttátok, nagyon félelmetes egy ilyen szituáció, és tudom, hogy nagyon nehéz ilyenkor megőriznünk a higgadságunkat, de egy táska az nagyon nagy segítségünkre tud lenni, vagy akár a kabát, ami rajtunk van. És nagyon fontos, hogyha ilyenkor nem nézünk a kutya szemébe, nem beszélünk hozzá, nyugodtak és higgadtak maradunk, akkor biztosak lehetünk abba, hogy a kutya akár 1-2 másodperc után, vagy a kitartóbbak akár 1-2 perc után ott fognak hagyni bennünket. Természetesen nem könnyű és szinte lehetetlen felkészülni minden szituációra, így mi se tudjuk bemutatni a műsorban az összeset, de azt javaslom mindenkinek, aki egy picit is veszélyeztetve érzi magát, hogy keressen meg a környezetében egy olyan szakembert, aki tud neki segíteni abban, hogy felkészüljön az ilyen és ehhez hasonló helyzetekre. És végezetül meg fogom mutatni azt a lehetőséget, amellyel talán a leghatékonyabban tudunk védekezni a kutyatámadások esetén. Ez pedig nem más, mint az önvédelmi sprék. Ezeket be tudjátok szerezni a különböző szakboltokba, ahol egyébként teljes körű tájékoztatást tudtok kapni a megfelelő használatáról és az ezzel kapcsolatos jogszabályokról. Egy dologra kérjétek meg minden esetben az eladókat, hogy olyan sprét adjanak nektek, amely nem tesz maradandó kárt a kutyában. Remélem, hogy soha nem fogtok ilyen szituációba kerülni, de ha mégis, akkor az általam elmondottakat használjátok bátran.
mivel a kutyatartók körében egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy kedvenceiket bevihessék a különböző vendéglátóipari egységekbe, ezért mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy feldolgozzuk ezt a témát, és tudjunk nektek nagyon hasznos tanácsokat adni ebben is. Mikor betérsz kedvenceddel mondjuk egy pizzázóba vagy egy kávézóba, akkor a következőkre kell odafigyelned, hogy ne zavarjátok meg a többi vendéget. Minimális szocializációval rendelkeznie kell. Mit értek a minimális szocializáció alatt? Például, hogyha betérsz kedvenceddel egy étterembe, akkor a kutyád ott ne reagáljon a bent lévő különböző ingerekre. Lehetnek ezek az ingerek zajhatások, lehetnek ezek ugye az órának nagyon érzékeny és finom illatok, vagy gondolok itt arra, hogy ne kezdjen el kaját kunyarálni a szomszéd asztaltól. Nos, akkor nézzünk néhány konkrét példát arra, hogy mi az, amit ne csináljatok. Talán a legfontosabb, hogy olyan kutyával, akit nem mozgattatok le, mielőtt ellátogattok mondjuk vele egy étterembe, olyat ne vigyetek be, mert nagyon nehezen fogjátok tudni kezelni. Nagyon fontos, hogy hagyjátok, hogy elvégezze a dolgát, mert nincs annál kellemetlenebb, amikor mondjuk a kedvenced egy ilyen helyen végzi el a dolgát. Ne vigyél be koszos vagy ápolatlan bundájú kutyát, mert nagyon rossz szemmel fognak rád nézni az ott bent tartózkodók. Arról nem is beszélek, hogy ilyen kutya megrázza magát, akkor a szerte széjjel szálló szőr milyen bosszúság fog okozni, nem csak neked, hanem az összes fogyasztó vendégnek. Abban az esetben, hogyha jól lemozgatott és nyugodt kutyával tértek be, akkor se ültessétek vagy fektessétek a forgalmas helyre őket, hiszen zavarni fogja a felszolgálókat és a többi vendég mozgását is. Ha megtaláltad a legideálisabb helyet számotokra, ha szükséges, akkor a szék vagy az asztal lábához rögzítsed ki a póráz végét, de előtte győződjél meg róla, hogy az asztal is rögzítve van-e. Tiszteld meg a helyet azzal, hogy nem adsz ételt az asztaltól a kutyádnak ilyenkor, még akkor se, ha egyébként ezt otthon megengeded magatoknak. Semmiképpen ne ültessétek fel magatok mellé a kutyát. Most pedig megmutatom, hogy hogyan lehet ténylegesen kutyabaráttá varázsolni ezt a helyet. Ennek az étteremnek kettő helyisége van, egy külső és egy belső. Mi a belsőt választottuk, és ott is azt a sarkot, ahol a legkevésbé zavarja a kutya a többi fogyasztó vendéget. Nagyon sokan mondják magukat kutyabarátnak, viszont számos esetben nem felelnek meg a kritériumoknak. A mai naptól kezdve a ténylegesen kutyabarát helyek száma egyel egészen biztosan növekedett. A forgatás helyszínét a Csömöri Kutyamenhely biztosította. A műsor támogatta a Smoky Monkeys Barbecue.